Úgy gondoltam, hogy folytassuk a Servant of Yogg-Saron tryout Stevenbolt, viszont Priest vagy Warlock kihívásom van, de a Warlockot fogom választani, ezzel azzal játszom a legkevesebbet, hát ha azt a hírót is tudom egy kicsit fejleszteni, mert nagyon-nagyon nem szeretem én azt a világot. Vagy lehet, hogy csak nem értem, nem tudom, de hogy ez nem az én világom. Na ez esre a szózt, visszadobjuk. A Void Walker legalább tudok vele mit csinálni. Nem fogok tudni vele mit csinálni a következő körben. Symphon Soul, hát jó. Hát a Tight Collar. A Tight Collar-től elköszönünk, ez szép. Viszont az úz az ott marad. Illetve ott maradt egészen eddig. Ez tök jó, mert hogy gyakorlatilag vicces lenne erre rakni tauntot, és gyakorlatilag közvetlenül azon keresztül lehetne sebezni. Na jó, nem, ez csak vicc volt. Ez így a lehető legrosszabb kombináció lenne, hogy a minionom is sérül, és a hírom is sérül. Nem is értem. Na mindegy. De Mr. Softpaint rakjuk ki, hát, hogy valamitől, hát, hogy úgy ülök. És még kaptam egy ilyen csápot is. Yeah. És neki is van Void Walker. Akarom mondani, hogy nem. Csak egyes septet, akkor még van. És egyet erősített is rajta. Mondjuk úgy mondom, mintha itt tök szendekesek lennének a spellek, ugye pont az a lényeg, hogy nagyon nem. Na jó, szedjük le a Void Walkert, és sérüljünk még hármat. Jó. Oké, ez egy gyógyulunk egyet. Beverünk arcba egyet, hogy nehogy már csak mi kapjunk. És következő körben ebből Windfury tudunk csinálni. És még két lap. Jó, jó, Doomguard. Ezzel le tudunk egyből ütni. Már hogyha nem történik addig bármi más. Rakjuk ki. Hát... inkább ezt, és akkor tudjuk használni még a Hero Power-unkat is, és akkor Windfury-t fog kapnia. Így. Még sok hasznát nem vesszük, de... mert egyet beverünk a harcba. És el is köszönünk tőle. Ennek érdekében, hogy letakarítsuk a játékteret. Ő megkap egy impet, de jó. Legalább gyógyultunk egyet, és most van egy kis HP előnyünk, egészen konkrétan egy. De a Sherkan Simon, de nem szeretem ezt a lapot. És egymást erősítik ezek a lapok, kész. Na jó, Darkshire Librarian, na itt tesó. Rakjuk a Mad Bombert, hát hogyha leszedi a Darkshire Concealment, meg az Impet Shadow Form. De és egyből én kapom, jó, az Imp kapott egyet, és azért még egy Impet idéz. Még egyet, nagyon jó. A Concealmentbe is kérek egy... kösz, az enyémben nem gondoltam. Na jó, hát ez így benne van. Hát... Secret. Competitive Spirit. Na hát ez gyakorlatilag vége is lesz. Tehát, hogy ezeket beveri, és szinte végén van.
Na, és kapom az arcba. És a mechtől is, persze. Hát szép. És ezzel semmit nem tudok kezdeni. Jó, a consumant meg leszedem, de hogy... semmi nincs, amivel ezeket le tudnám szedni. Dungárdot kirakom, hát hazza még valamivel tudom javítani a helyzetet, de... És pont Harrison Jones, bár mondjuk nincs fegyver, úgyhogy igazából lényegtelen. És jön helyette Sylphian Horror, hát ez... Reménytelen a helyzetem, az a helyzet. És Challenge-os és Taunt is, mert mondjuk legalább csak egyet tud ütni, de ez most erre pont elég. Na jó. Hát akkor ez így ennyi volt. Hát nem, ez nagyon nagy volt well played. Na mindegy. De legalább kijátszottam egy néhány 5 mana fölötti minyót. Próbáljuk meg újra. Na vajon a következő ellenfél az ki lesz? Remélem most nem egy warlock. És egy priest. Na mondjuk a kezdés az már jobb. Már fogok tudni egyből két lányt lerakni, az két spell. Hát ha valami értelmeseket kapok. De sokáig tart. Most nálam van valami gond, mert így... Nem. Nem. Lehet, hogy a netem nem jó. Nem, de eddig ezt itt lerombolom. Shadow Bomber. Hát és Silence-el maximum magát tudja. Ez remek volt. Na nézzük. Dungar. De hát a Wispet kirakom először. És én is kaptam egy Shadow Bombert. Játsszuk ki ezt. Hú. Tele van a kezem rendesen, és a 6 mínusznál járunk az első kör után. Ez azért nem olyan rossz. Questing Adventurer. Glintron. Floating Watcher. És ugye az előbbi Dungard. Ezért kaptam itt lapokat most szépen. Mégis a Discipline of Katun lesz, hogyha valami két manás lényt kapok. Majd nem tudok ki az ellenfél. Katunom úgy sincs, gondolom, úgyhogy legalább ezzel leteszteljük, hogy van-e, de nem annyira hiszem. És csak arcba. És Miké Dungát. És... Hátszuk ki a coint. És majd a következő körben ez hasznos lesz. Ahogy játszunk ki a lapokat. Már hogyha priestünk is úgy akarja és nem szedi le. Még lehet, hogy bölcsebb lett volna inkább a Discipline of Katunt kijátszani. És azzal le tudtam volna szedni a... Mondjuk ez nem szép. Nem tudom, mit fog csinálni ennyivel. Igen, wow. Nem, a Librarian-t ezt... What? Holy Wrath. De jó!
És meg a Dungarot is eldobja, hát ez tényleg remek. Ice Barrier, nagyon jó. Legalább ha belém üt, van esze, nyilván valami kicsivel fogja kezdeni. De legalább belém üt, akkor... Mennyi van kint? 4, 5, 6, 7, pont 8 van kint. És leteszteli, hogy mi van. És így majd mindjárt végig pofoz. Remek. Spell damage-e semmit nem érek. Discipline of Cthulhu-nál, hát... Holy Champion. Próbáljuk így, és... Holy Champion. Ó, és nincs is gond ezzel a sok katonával. És így a Holy Champion-t is. Hát tudom kapni. Hát négyet biztos kapok arcba. Ez jó. De még így sem tudok valamit kezdeni, de ez legalább jó. És ismét egy hármas. Nagyon jó. Nem állunk jól, na. Még azt hiányozni, még ötöt sebezzek magamnak. Remélem ez be... Basszus. És még eldob két normális lapot is. De ez megint nem az olyan játszmám, úgy látom. Remélem valami értelmes lapot azért sikerül felhúzni. És még egy headcracket is bekapok. Hát ez remek, tényleg. Extraordinary. Hát... most kérek valami durva... Ambush, köszönjük. Szóval most kérek valami durva spellt. Ezt biztosan nem rakom ki. Jó, hát Void Crusher-re nem lehet gond, mert nekem nincs lényem, ugye? De Scubus meg... Hát... Ajaj. Na jó. Szerintem fejezzük be ezt a játékot méltóan. Igen, még húzok egy lapot, és így gyakorlatilag akkor vége. Mégis jobban néz ki, mintha a concede-re nyomtam volna. Hát, ez egy nyolc.